Ma délelőtt sokan voltak már ebben a kecskeméti edzőteremben. Ilyenkor januárban jelentősen megnő az edzőhelyek forgalma. Sokan újévi fogadalomként vágnak bele a testmozgásba, de természetesen sokan vannak, akik folyamatosan sportolnak. A Next Fitness az egyik legnépszerűbb konditerem a városban, amely most már 2500 négyzetméteren várja az edzeni vágyókat. Folyamatosan újítjuk mind a gépparkunkat, mind az épületet, mind a szolgáltatásainkat, így sokan választanak minket. Ráadásul személyi edzőnk segítenek a kívánt célra akár fogyás, akár tömegeléssel. Csoportosan tudnak jönni boxedzésre, személyi edzésre is, vannak spinning óráink, aerobik óráink, ráadásul most kezdtük el a gerinctornát gyerekeknek és felnőttek számára is. A gerinctornán ráadásul a szakemberek állapotfelmérés után egyénre szabott edzésterveket készítenek. Az ökölvívásban is bárki ki tudja próbálni magát, csoportos vagy egyéni edzések keretében. Német Ottó sportoktató tartja a boxedzéseket. Mint mondja, az ökölvívás az úszáshoz hasonlóan az egész testet átmozgató sportág. Olyan, hogy boxoló alkat szerintem nincs. Mindenki megtalálja maga stílusát. Kezdőként készségszinten elkezdjük képezni. Ugye először az ütésekre, utána pedig a védekezésre, majd páros gyakorlatokkal megyünk tovább. Elég hosszú idő telik el, mire ringbe tudnak egymás ellen lépni. Új szolgáltatásként szaunát is igénybe lehet már venni az edzések után. A szaunázásnak nagyon jó regeneráló hatása van, segít ellazítani az izmokat. Az edzőteremben 10 személyi edző nyújt segítséget. Ha az edző jól igazítja a programot és megfelelően motivál, akkor nagy sikerek tudnak születni. Ezt az emberek csak egy ilyen újévi fogadalomként fogják föl, pedig ez sokkal több annál. Ez a sportról szól, az egészséges életvitel fenntartásához szükséges a mindennapokban a sport, szóval én mindenkinek csak ajánlani tudnám, hogy sportoljon. Aki kezdő, esetleg új, azoknak nyilván az edzők segítenek, nagyon sok edzővel rendelkezik a terem, és várunk mindenkit sok szeretettel. A Next Fitness egész héten nyitva van, hétköznap reggel 6 órától este 11-ig, hétvégén este 8 óráig várják az edzeni vágyókat. Szakértők szerint az egyértelmű és elérhető célok meghatározása nagyon fontos. Ezután minél hamarabb hozzá kell látni a munkához, és egy megfelelő terv szerint kitartóan kell haladni. Ha most kezdünk el sportolni, a fokozatosságra érdemes figyelni, az az ideális, ha heti 2-3 alkalommal mozgunk valamennyit.